A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit, mai vendégeim Grenyovszky Károly és Paminger Ede, korántsem véletlenül a két gasztronómia mágus, mesterszakácsok, annál is inkább, hiszen két jelentős sikert értek el. Ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy a Fehérvári Kolbásztöltő Fesztivál, illetve a halünnep alapvetései közé tartozik, hogy megkóstoljuk azokat az étkeket, amelyeket ti is főztök, mindig fantasztikusak, hiszen a magas szakmai tudásnak azért mindig van íze, ha úgy tetszik. Most azonban két jelentős sikerről szeretnénk beszámolni. Hát az első kápolnásnyék, 8. alkalommal rendezték meg a Fishing and Hunting vadászrendezvút. Ez mindig egy olyan rangos esemény, ami megerősítést jelent, gondolom nekünk is, akik a hírekben olvashattunk a sikereitekről, de hát nektek nem különben. Itt vannak a kupák körülöttünk, és itt van az a elismerés is, ezt szeretném azért gyorsan megmutatni, amelyben szerepel a Metal for Team ételajánlata is. Most erről fogunk beszélgetni, de előtte nézzük meg, hogy miként kell készülni egy ilyen versenyre. Hiszen azért valljuk meg, hogy a gasztronómiában a vadgasztronómia még ma is különleges hazánkban. Hát először úgy készülünk fel erre a versenyre, hogy először az ötlettel is magam. Amikor meg a zsűri, illetve hát a szervezők meghatározzák, hogyan ételből kell készítenünk a verseny ételünket, és akkor ebben elkezdünk ötletelgetni, hogy milyen ízvilággal érkezzünk. Nyilván itt nagyon fontos a különleges ízvilág, a hagyományőrzés, amit szeretnénk varázsolni ebbe az ételkészítési technológiába. Vannak próbafőzések, és mint mondottam már egyszer, hogy a 80%-ban ugye ezt elkészült nálunk először több alkalom, amikor próbáljuk lefőzni, de a helyszínen mindig vannak olyan pillanatok, olyan szituációk, amikor a fennmaradó 20%-ában vannak ilyen speciális effektek, amikor változtatunk a tálási technológián, vagy az elkészítéssel kapcsolatosan. Hát örülünk neki, hogy most már másodszor hoztuk el ezt a kupát erről a rendezvényről. Reméljük, a harmadszor el sikerül hozni, akkor itt is marad nálunk ez a kupa. Tehát a Metal for Kft. A Simon Laci barátomnak a finanszírozásával indult ez az egész verseny. Hát minket kért fel megint erre a versenyre, hogy próbáljuk meg ezt levezényelni. Hát sikerült. Ez egy kivételes lehetőség, én azt gondolom, hogy azért a köznapi ember rácsodálkozik arra, hogy mi minden készíthető a látszólag egyszerű étkekből, alapanyagokból, és ha megnézem itt a ti ajánlatotokat, tehát kezdjük talán a ribizliboros gemenci vaddisznópörkölt mozaik lecsóragúval. Tehát ez látszólag nagyon-nagyon bonyolult, de én azt gondolom, hogy azok a finomságok, amelyeket mesterszakácsként már réges-régen alkalmaztok, nagyon sokat segítenek abban, hogy ez a zsűrit is elvarázsolja. Hát igen, ez így volt, és így van, hogy a Ede kollégám és barátom említette, tehát, hogy mindennek az alapja a menüsorunk. Minden versenynek, minden étkeztetésnek, tehát a gasztronómiának, a vendéglátásnak a menüsor az alapja. Na most ezt tudomásul kell venni, hogy harmadszor indultunk, tehát itt bele kell szőni olyan dolgokat, hogy kik a zsűrik, milyen égtájról, milyen tájról érkeznek ide, ott milyen hagyományok vannak, milyen gasztronómiai ételeket, és ezt próbáljuk mi egy kicsit beleszőni a menüsorba, és úgy, hogy próbáljuk, mint ahogy elmondtuk kápolnásnyéken is, hogy a fiatalok, mert nagyon sok fiatal csapat versenyez még ott, ezen a nagyon magas színvonalú versenyen, azt azért hozzá kell tenni, szállodák, csapatok, különleges alkalmazottak, egyéni versenyzők, tehát Magyarország területéről, sőt, most idén és tavaly is már nemzetközi lett, mert külföldről is érkeztek csapatok. Tehát visszakanyarodva a menüsorhoz próbálunk mi mindig azt, hogy a régről meríteni, mint tavaly is, meg tavaly előtt is, régről merítettünk idén is egy menüsort,
tehát a vaddisznóból is, hogy látszik is, hogy, egy alap gemenci vaddisznó pörköltet készítettünk, Strapacska revolúcióval, tehát egy felvidékről hoztunk egy igazi tótgaluskát, de hát azt pudingba készítettük el, tehát mindig van egy csavar benne, hogy a régi hagyományos ételeket most hogy tudjuk megmutatni egy újszerűségbe, szabad tüzön, ami egy kicsit nehézség is van. Tehát a versenyek pont ez a savaborsa, hogy nem egy tankonyhán, nem egy étteremben, nem egy gáztűzhelyen kell megfőzni, hanem szabad tűzön. És szabad tűzön próbáljuk előadni azokat az ételeket egy kicsit más formába, így mint a gemenci szarvaspörkölt. Hát ez egy első olvasatra egy jó szarvaspörkölt, de hát azért ez volt egy jó kis mártásunk, volt egy mozaik lecsóragú, 3-4 vaddisznó kockával mutattuk meg, készítettünk hozzá egy vaddisznó pralinét, tehát ez egy hasonló, mint egy édes bombon, de mi több fajtát, több textúrában mutattuk meg a húst is, ez egy golyóformába, belül áfonya lekvára és kökénnyel töltöttük meg ezt a golyókat, amit utána egy hőközöltünk egy szabad tűzű bográsba, és utána egy füstölő szekrénybe megfüstöltük, utána egy mandula forgásban megforgattuk, és ez volt lényegében a haba tortánt, ez került rá az étel tetejére, és körülötte jött a hagyományos, tehát ez a történelmi revolúciós strapacska, tehát ami a tótoktól vettünk át és elterjedt, és ami ma nagyon jelentkezik az étlapokba, különböző éttermekbe is, és ezt három fajta a fő alapanyaggal, a jutúróval, a tehéntúróval és a káposzta és a szalonna kolbásza mutattuk meg. Hozzá kiegészítőbe készítettünk egy fekete lencse kaviárt és sós tejszínhabot is. Ez is egy új újdonság volt a zsűrinek, hogy nem tejfölhabbal, hanem tejszínhabbal csináltunk egy sós állagot hozzá körethez. És itt, hogy még lehet olvasni, hogy a szervezős, tehát akik szervezik a versenyt, tavaly mondták, hogy nem csak főétellel akarnak majd a 10. versenyre gondolni, hanem desszerttel. És nekünk jött egy ötletünk, ahol edzőtáboroztunk a Ede barátommal, hogy mi lenne, hogy ha most megpróbálnánk egy ilyen őszös hasonló desszertet is készíteni, mivel 3 órás főzési idő van, hogy belefér ez a desszert a főétel mellét, és gondoltunk egy ilyen őszi kékszőlős rétesre, amit kint sparheltba sütöttünk, és hozzá egy tokai must eszpumával tálaltuk, hát ez nagyon lenyűgözte a zsűrit. Nem azért készítettük, hogy ez bármivel befolyásolja a végeredmény, de mondtuk, hogy ez egy próba szerint, hogy meg lehet hirdetni úgy a versenyt, hogy desszert kategória is legyen a jubileumi versenyen. És a zsűrinek tetszett. Olyannyira, hogy az első és a második hely között 20 pont volt. Ugye egy rangos szakmai zsűri, Lipp Adrien, vadásznő, Varga Tamás, ugye olimpiai bajnok vízilabdázóként róluk azért tudjuk, hogy szeretik a hasukat, ha úgy tetszik, és az igényes étkezés hívei, Podhorszky István polgármester és Prohászka Béla mesterszakács volt a zsűri, de mielőtt arról beszélünk, hogy zajlik itt a zsűrizés, egy kicsit az előkészületekről, ugye arról beszéltél, Karcsa, hogy voltatok edzőtáborban, ha úgy tetszik. Ilyenkor mi az alapvetés, hiszen tudjátok, hogy vadból kell főzni, az is kiderült nyilván, hogy vaddisznó lesz az alap, tehát ilyenkor összedugjátok a fejeteket és gondolkodtok, aztán, mert ehhez egy komoly döntés kell, tehát nem lehet aktualizálni, hogy na most egy másik pillanatban mást gondolok. Hát ezt, ahogy fogalmaztuk el, az edzőtábort azt úgy kell elképzelni, hogy bevonunk a konyhába, megnyújtjuk, felgyújtjuk a tüzeket, és akkor elkezdünk próbálkozni, sütni, főzni. De ahogy mondottam, hogy ott a 80% az ott készül az a konyhámban, az üzletemben, az a 20% maradék az pedig ott, amikor tálástechnika van, mert itt, ahogy mondott a Karcsi, minden rögtönözni kell, igen, és itt szabad tűzön készítünk mindent, roslapon, platnin, rendbesütünk, füstölőszekrényt vittünk, parázson sütünk, készítjük el az ételeket, bográcsban. Ezek az eszközök nyilván, hogy nincsenek meg a konyhában, egy hagyományos konyhában. Tehát azért mondtam, hogy 80%-ot lepróbáljuk a sütést, főzést a konyhában, és akkor a 20% maradék az, amikor változtatnunk kell a stílus irányzatba, a tálástechnikába, a helyszínen.
Nagyon fontos kérdés, azt hiszem, a vadgasztronómia. Annál is inkább nemrégiben volt vendégem a Soponyai Vadgazdálkodás igazgatója, és kicsit körbejártuk a témát, hogy a vadgasztronómia, illetve általában a vadhúsok mennyire népszerűek mostanság kiszerelésben és a többi, kiderült, hogy elindult egy folyamat, egy fontos folyamat, és én azt gondolom, hogy az ilyen versenyek, ezek a megmérettetések segítenek abban, hogy a köznapi ember is egyrészt vásároljon vadhús, másrészt pedig próbál, kipróbálja. Nyilván nem olyan szinten, mint itt, tehát addig nem fognak eljutni sohasem, de ez ilyen értelemben megerősítés számotokra is, mondom. Tehát ti nem csak példák vagytok a nagyszerű szakács teljesítményre, hanem példaképek is. Igen, ez így van. A Magyar Gasztronómia Szövetségnek egy előirányzata és egy kezdeményezése volt közösen a Agrár és Mezőgazdasági Minisztériummal, hogy népszerűsíteni a vadhúsokat. Tehát ez egy több éves folyamat, mert ez is egy ilyen elfeledett téma volt, a vadhúsok. Egy az, hogy nehezen lehetett beszerezni, nehezen lett hozzájutni. Egy az, hogy régebben még a maximált ára is elég magasak voltak, viszont versenyeken, fesztiválokon nagyon alkalmazzák. Visszatérve a kezdeményezésre, hogy most már beültették a mintamenza gyermekélelmezésbe is a vadgasztronómia terjesztését, és hát közétkeztetésbe is voltam most egy konferencián, ahol szintén ez volt a téma, hogy a vadhúsoknak a minél jobban megismertessük a gyerekek, akik már nőnek föl, esetleg a szakmába, középiskolákba is, hogy jobban elfogadják meg. Valljuk, mert őszintén, hát most egy 10-12 éves gyerek egy vaddisznó, egy muflonna, akármivel, tehát azt tennénk oda, lehet, hogy kicsit húzná a száját, de mivel ez egy nem olyan folyamat, hogy egyik persze a másikra lehet megszerettetni a vadhúst, tehát ez több 10 éves feladatnak, előirányzatnak szánt el a minisztérium is, hogy próbálják. Ehhez kapcsolódban jönnek ezek a versenyek, hogy minél magasabb körben meg tudják ismertetni a közönséggel, a versenyzőkkel, különben ezt a fantasztikus alapanyagot, ahogy a Prohászka Béla, a Magyar Hungarikumnak az alelnöke is emlegette, hogy fantasztikus alapanyag. Tehát a szaftosusoknak, a sülteknek a pácoláshoz, tehát óriási fantasztikus alapanyaggal bírnak a vadhúsok, a szarvas, őz, muflon, a fácánok, tehát akkor a palettája ennek a vadhús gasztronómiának, hogy kár lenne ezt vészni, hagyni. Igen, hát Lőrincz Attila is ezt mondta. Ugyanakkor mi a ti folyamatos fejlődésetek záloga? Hiszen azt nem mondhatjuk, hogy szinten tartás, mégpedig azért, mert mindig feljebb és feljebb léptek, meg annyi siker áll mögöttetek. Tehát nagyon is jól tudjuk, aki Soponyára ellátogatott már a vadgasztronómiai fesztiválra, azt tudjuk, hogy a csúcs mindig a ti étkek, de ugyanez vonatkozik a Lecsóra, ahol zsűriben mutatjátok meg, hogy igazán milyen sokszínű lehet ebből az egyszerű ételből készíteni, és meg annyi versenyen vesztek részt. Mit kell hozzátenni ahhoz, hogy tényleg azt mondta, hogy na most megint elérünk a csúcsra egy-egy versenyen? Hát ezt így nagyon gyorsan megfogalmazni, ezt így nem tudnám. De biztos, hogy a sok éves tapasztalat az mindenképpen fontos. Az a szakirányú szakma szeretet, amit mind a ketten képviselünk. Ahogy egyszer már fogalmaztam, két olyan ember találkozott ebben a szakmában, mint a Karcsi és én, akik kiegészítik egymást ebbe a történetbe. Van olyan része ennek a történetnek, ahol a Karcsi erősebb, valahol melyik részében pedig én vagyok erősebb, és kettő, tehát ezt együtt ötvözve, talán ez visz minket előre, de másképp nem tudom ezt megfogalmazni, csak rémesen egyszerűen, hogy a szakma szeretete. Viszont nagyon jó érzés nyilván átvenni a díjat. Most ugye ott volt Elsimon László szokás szerint házigazdaként, mint a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Azért tudjuk, hogy legendás vadász történeteket tud, és ráadásul gyakorlatban is részt vesz a vadászatban. És hát Csák János miniszter úr, mennyire tetszett azok ez a miniszternek, hiszen én azt gondolom, hogy ez egy külön öröm, hogy ilyen rangos vendég adhatta át az elismeréseket. Hát a mi standunkat nem véletlenül, hogy hívják, ották, látogatták folyamatosan, mert azokat a kulináris élményeket, amik ott láttak az ételkészítéssel kapcsolatosan, meg azokkal a technológiákkal, amivel dolgoztam, azért nem mindennapi.
Tehát a Csák úr is, meg a Simon úr is ott rendszeresen megfordult a standunkon, és erősen intenzíven érdeklődött az ételkészítési technológiával kapcsolatos kérdéseket tettek fel. Tehát érdekelte őket az a fajta hozzáállás, amit mi ott produkáltunk. Hát meg aztán megmutatta magát ugye nyilván a helyezésünk is, hogy másodszor hoztuk el ezt a gyönyörű kupát. És nem pihentetek meg. Nem. Tehát most akkor azt javaslom, menjünk el a Varázserdőbe. Varázserdő útra. Még azt szeretném én is hozzátenni, pont, hogy az Ede említette, hogy kötelességünk neki. Igen, hogy találkoztunk, tehát nekünk nagyon sokat számít magyar gasztronómia, az elfelejtett ételektől kezdve, de nekünk tanulni kell. Hát mivel mind a ketten tanár vizsgáztatunk, zsűribe járunk, nekünk kötelességünk az, hogy a mély szintünkön nem lehet megállni. Tehát sajnos ez a szakma, nem is sajnos, hanem örülünk neki, hogy ez a szakma olyan, hogy amit ma elmondunk, az már holnap nem igaz, mert már fejlődött egy fokozatot. Tehát mint zsűri elnökként is, zsűri tagként is nekünk kötelességünk, hogy meg is versenyeztessük magunkat. Ezt szoktuk mindig emlegetni az Edével, hogy hát most akasszák a hóhért, és hát igen, tehát ez egy dupla felelősség is nekünk, dupla felkészülés, dupla, tehát mindent magasabb nézettségből, magasabb érzésből kell nekünk készíteni, mivel más teendőink is vannak, tehát nem csak az ételkészítés, hanem az oktatásba is bőven kiveszük a részünket. Meg így talán hitelesebb, hogy ennyi kupát fel tudunk mutatni, és ilyen eredményeink vannak, mert hiteles személyesek vagyunk egy zsűri szempontjából, amikor elmények is, én mondom azt, hogy hogyan kell készíteni az ételt, vagy jó ez az étel, vagy milyen irányba vigyék el ezt az ételkészítési technológiát, amikor megyünk zsűrizni. Nagyon sok esetben mi próbáljuk támogatni, segíteni a főző versenyzőket, hogy jó, amit csinál, csak kicsikét igazítunk rajta, vagy hogy mondom, finomítunk az ételkészítési szokásaikon. Igazából. Tehát támogatjuk őket ezekbe a kérdésekbe. Hát hogyha hiteles személyis vagyok attól, hogy nem csak kírom a nevemet a mellényemre, vagy egy billettát kapok, ahogy hívják rá a nyakamba, hanem akkor fel tudom mutatni ezeket a kupákat, ami otthon van, sorakozik a jó pár. Igen, meg a tapasztalat cserélt. És ez nagyon-nagyon fontos. Mint ahogy nagyon-nagyon fontos egy ősi étel, ugye. Hát kolbászsütő verseny, azt hiszem, hogy mindenki becsukja a szemét, és azt mondja, hogy nálam jobban nem csinálja. De ez nem egészen így van, valljuk nem, meg. Abszolút. Tehát akkor nézzük meg, hogy a Varázserdőben hogy történt ez Alsóőrsön. Hiszen itt 5 település kooperál, hogy esztendőről ezt meg tudják rendezni, és azért ez a tradíciók nagyon sokat számítanak. Az étkezésben és a gasztronómiai kultúrában is. Tehát nézzük meg, hogy hogyan zajlik egy ilyen verseny, és milyen recept kell ahhoz, hogy ezt a versenyt megint sikerrel zárjátok. Itt igazándiból ilyen különleges technológiai eljárások nem voltak. Egy hagyományos ízvilággal próbálkoztunk, hogy semmi különlegességet nem próbáltunk ebbe belevinni ebbe a kolbásztöltelékbe. A hagyományos ízvilágot hozta, ezt még a karcsi hozta magával, pentele ízvilágot, és itt semmi más nem volt ebben a fűszer, illetve a kolbász töltelékben, mint a só, a bors, a köménymag, a fokhagyma, és a lélek. Piros paprika, igen. Lélek itt, és szakmai tudás, no? Hát igen, de én ugye nagyon sokat járunk zsűrizni, és itt a kolbász fesztivál, és olyan sok kolbásszal találkozom, amelyek úgy van ledarálva, amikor megsüti, olyan, mint a fűrészpor. Nálunk mi meg sokkal nagyobb rostélyú technikai berendezésen toljuk át a húst, és amikor a zsűri fogalmazott így, amikor eltörte a kolbászt, ketté törte, akkor az mozaikos volt. Pattant és mozaikos volt, tehát lehetett rajta látni a zsíradékot, hát folyott ki belőle a zsír gyakorlatilag. Tehát mint a régi zsír, hogy hívjákokban, reklámokban a kolbász, mi volt annak a neve, annak a kolbász? Ez a hurka, ez a gyurka. Ez a hurka, gyurka, kolbász, és akkor folyott neki a szájába kifele. Semmi egyéb különösen. Na most az, amit aztán, hogy hozzá még orázsoltunk, na azok a különlegességek, mert készítettünk hozzá egy mustáros eszpumát, egy fekete lencse kaviárt, egy uborkatatárt, blansírozott céklás tormát, egy cigány bodakot, nem kenyére szolgáltuk fel, hanem egy cigány bodakot,
illetve grillezett zöldségeket, és azt a tálat, amit mi átküldtünk fotóba nektek, ezt lent az Alföldön csináltattam direkt erre az alkalomra. Ez egy 2 méter 20 centiméter hosszú fatál volt, 55 cm széles, tehát egy bődületes nagy, és ez teljesen meg volt pakolva minden olyan dologgal, zöldségekkel, gyümölcsökkel, ezekkel a, hogy hívják, amit felsoroltam, kiegészítőkkel, meg hát maga a kétfajta kolbászt töltöttük. Tehát ez a plusz nagyon sokat számít. Hogyne, persze. Hát a, ugye benne van a zsűri, hogy hívják be a feladat körébe ez. Egyrészt meg a feladatunk is az volt, hogy a környezetünket tisztán tartva, a környezetünket higiéniai szempontból is vizsgálják, megnézik azt, hogy a megjelenés formát, azt, hogy milyen technológiával dolgozunk, megnézik a szerkezetét a kolbásznak, nyers állapotában, sült állapotában, meg nem úgy sorban a vendégvárás, meg a távolás. Hát az egy, amikor mi is elmegyünk zsűrizni, az nekünk egy mankónak hívom én mindig rendszeresen, mert hogyha nem tudok dönteni két versenyző között, mert olyan minőségi ételt készítettek mind a kettő Forma 1-es, akkor ki az, aki többet tett azért a feladatért? Tehát a költség is nagyon fontos nyilvánvalóan. És nekünk ez most megint úgy sikerült, hogy az mellett, hogy a kolbászunk is nagyon finom lett, ráadásul mi parázson sütöttük a kolbászt, ott mindenki gyakorlatilag olajba, és ez az ízvilág, ez a füst ad neki egy olyan aromát, amit más nem tud, hogy hívják onni produkálni, csak a parázs maga. Korán sem mindegy. Hogyan tovább? Hiszen nyilvánvaló, hogy tanítotok, készültök további megmérettetésekre. Hát, hogy hogyan tovább, most az idei évben lehúzzuk a rolót, az biztos. Ebből elég volt, mert hogy mondtam, hogy nem akarjuk megszakítani ezt a láncot, mert hogyha most, tehát ezt is, hát ez az alsősi rendezvény, ez úgy kerekedett ki, hogy fel voltunk tüzelve, amikor megnyertük másodszor ezt a kupát a Metáfornak. Igen. Ő volt föltüzelve. Hát nem egészen, az úgy volt, kérem szép, hogy a Karcsú barátom be volt rúgva. Én nem voltam szomjas, és azt vettük észre egyszer csak, hogy be vagyunk nevezve erre a rendezvényre. Úgyhogy tehát az idén többet nem akarunk versenyezni, mert nem akarjuk megszakítani ezt a vonalat. Hát jó. Igen, viccet félretéve, tehát nagyon örültünk neki, és hát persze az ember akkor elkapja egy kicsit a hév. Mondtam is a barátomnak, hogy jó, hát nem minden papsajt azért, de addig jártunk, hogy még megteszhet meg, hát még benne voltunk abban eufóriában, közegben, hogy milyen azért. Tehát a versenyre én maximálisan mindig azt mondtam az Edének is, hogy most is visszaemlegett, hogy túlizgulod. Nem, tehát egy versenyre úgy maximálisan fel kell készülni. Tehát ha nem az a célunk, hogy elsők és a főkupát elhozzak, akkor nem menjen versenyezni. Nyilván. Az ember. Tehát én ezt vallom magamnak, és ehhez tényleg minden a logisztitától kezdve a tényleg a megbeszélést, az egész történetet úgy kell alakítani, hogy az megfelelő legyen. Hát a továbbiakban mindenki most már azért ebben a 2023-ban lementek a versenyek, azt hiszem egy szép két főkupával, aranyéremmel zárni. Nagyon, nagyon szép eredmény. Két héten belül, tehát ezt gyorsan bezsebeltük, és hát mindenki megy most a saját útján, és akkor hát jövőre újra 2024-ben találkozunk a gasztronómia versenyeken. Így igaz. No, hát én azt kívánom, te karácsonyra természetesen, hogy fantasztikus terített asztal várja a családotokat. Gratulálok az egész évhez, én azt hiszem, ez megerősítés nekünk, a gasztronómia barátainak és nektek mindenképpen, és hát köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek, és mindannyiunk nevében gratulálok. Nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, két fantasztikus mesterszakács volt a vendégem, Granyoszki Károly és Paminger Ede, akik az elmúlt esztendőben fantasztikus sikerrel gazdagították Székesfehérvár gasztronómiai kultúráját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.